torta, egy kupac bácsi ígérte az ország egy szelet. Ős vagy tornát tetszik, minden magyar gyere. Szebbnél szebb veteráncsodák és igazi fesztivál hangulat várta a június 8-ai 5. Jáva 3.50, 6.34-től 6.38-ig csoporttalálkozó és Jáva találkozó résztvevőit az Old Motors Pubnál, ahol a 10 órási megnyitót követően a húrok közé csapott a Hartai Sharp Elite zenekar, miközben a teraszon Blaskó János okleveles Venezdíjas mesterszakács ízletes alföldi betyárgulyást készített a résztvevőknek. Az ebéd alatt az Eddie and the Space Dog zenekar lépett színpadra és örvendeztette meg a kiállítókat és a veterán járműveket megcsodáló érdeklődőket. 14 órakor útra keltek a motorosok, ugyanis egy közel 100 kilométeres túra várta őket, amely során egy ütemezett újteleki megállóval járták körbe a környező településeket, és tértek vissza a rendezvény helyszínére, az Old Motors Pubhoz. A koncert után következett a népítélete, a díjátadás, amit tudni kell népítéletéről, tehát a nép az itt kiállítókat jelenti, tehát azok szavazhattak a járművekre, akik kiállítottak és regisztráltak. Amíg mi túrázni voltunk, egy háromfős csapat összeszámolta az eredményeket, a szavazatokat, és megvolt az eredményhirdetés. Hát ez olyan jól sikerült, hogy egy-két Szlovákiából érkezett motoros azt mondta, hogy ő innen nem megy haza most. Ő itt letámasztotta az Old Motors Pub előtt a Jáváját, tehát autóval jöttek természetesen, és itt aludtak az autóban, a molkut mögött, és jó éreztük magunkat. Este 10-11-ig itt elbeszélgettünk, elsztorizgattunk, akkor már nyugodtan elsörözgettünk, mert minden rendbe lement, és lekopogja a fára alulról háromszor. Tehát a túra alatt balesete nem volt, és ez nagyon fontos dolog. A találkozó igazi időutazásnak bizonyult, ugyanis közel 90 éves jármű és számos Jáva különlegesség is bemutatkozott a rendezvényen. A legöregebbeknél kezdem, hát itt volt a Jáváknak az ősapja, 1936-os kiadású Jáva Villers, volt itt 1938-as kiadású 175 köbcentis cetka, és hát utána a repertoár a 40-es évekbeli Jáva Perákok, és akkor a Jáva 350, 360, 350, 255, 59, és akkor utána itt megzavarták itt az egészet, mert hát ez hasonló a Szlovákiában a Jáva, mint Magyarországon a Pannónia. Közismert Pannóniák volt egy 11 néhány típus, de sokkal szélesebb volt a repertoár. Na hát és itt is jöttek 353-as Jáva, 356-os Jáva, amiről őszintén én sem, tehát még életemben nem láttam. Ami viszont nekem nagyon nagy kedvencem volt, jött Szlovákiából egy 400-as OHC, négyütemű felülszerepelt Jáva, ami szenzációsan nézett ki, szenzációs hangja van, és azt mondom, hogy mind a mai napig megállná az utakon, sőt meg is állja a helyét. A motoros népünnepély a veterán és a modern kétkerekűek szerelmeseit is összehozta, lehetőséget adva a kötetlen baráti és szakmai beszélgetésekre. Nem a nagyok fele fogok most elkalandozni, hanem a kicsik felé, ugyanis reggel 5 órakor indult egy házas pár Bolyból, egy 50 köbcentis Jáva Ideállal és egy Jáva Mustanggal, és lábon ide jöttek a Jáva találkozóra. Tehát ők nagyon nagy kedvenceim, voltak már itt egyébként, de most szintén fölültek 5 órakor a motor, és 4 óra motorozás után ide jöttek. De egyébként rengetegféle a babettától kezdve mindent. Ami, nem akarom kihagyni az oldalkocsisokat se, tehát nagyon szép oldalkocsis Jávák voltak, volt bőregerünk, igaz nem eredeti állapotú, hanem egy hát majdnem azt lehet mondani, egy tuning Velorex, de nagyon sok mindent lehetett látni. Az oldalkocsis szekcióban nagyon szépek voltak, tehát a 350, 360, 560-as oldalkocsival meseszépek. Az is lett, tehát végül is az oldalkocsis kategóriába egy 350-es cseptankos, tehát 350-360, 560-as ez a Velorex oldalkocsinak a típusa, azzal szerelve az lett az első. De volt 255-59-560-as is, úgyhogy számokba beszélünk akkor.